Every day people ask me why I race. I always give them the same answer. I am living my dream. What dream? They ask. Just close your eyes, I say, and look deep into yourself. If you're lucky, you will see it. Honda VFR 1002F. Dupla rétegű idomok, korszakalkotó kardáhajtás. Mérnöki műalkotás. Egyedi kiképzésű kipufogó. Vérbeli Honda. A Moped 91 Kft. Gyorsan elérhető határidőben a helyszínre szállított, kiváló minőségű termékeket forgalmaz viszonteladói hálózatán keresztül, amely megoldást jelent a motorosok problémáira. www.moped91.com. Előzzük meg a tavaszt! Suzuki eredeti alkatrészek 20-40% kedvezménnyel. Tavaszi szerviz akció olajcserével. SV650 Gladius olajcsere 8000 forint plusz munkadíj. További részletek a hivatalos Suzuki márka kereskedésekben. Ha csak egy dolog érdekel. Ha nem beszélsz másról. Ha nem is gondolsz másra. Csak a motorozásra, akkor eljött a te napod. Dodor a digitális csukló. És akitől a lábtartók rettegnek, Fiedor Feri, azaz a Motorshow 1. Sziasztok, a Motorshow 1-et látjátok, ma folytatódik a prágai túra tesztünk. Varagtunk egy kicsit a Suzuki GSX-en, jobb lett a fék rendszer, annyit elárulhatok, valamint elutaztunk helikopterrel egy fantasztikus helyre. Itt vagyunk a Balaton mellett, a talpunk alatt pedig a Balatonring. Második alkalommal került megrendezésre a Balatonring nyílt nap a Balatonring angyalainak szervezésében. A MotoGP rajongók ismét ingyenesen próbálhatták ki kvaddal a pálya már meglévő nyomvonalát, ízelítőt kapva a jövőbeni versenyek izgalmait hozó kanyarokból. Pálya nem jó. Akkor volna jó, hogyha kész lenne. Nagyon szép volt a pálya. Nagyon jó élmény volt vagy padozni. A kvadozás mellett a bátrabbak helikopterei szállhattak olyan perspektívából megnézni a Balatonringet, amit így még csak kevesen láthattak. Fantasztikus látvány a pálya innen fentről. Most épp a kvadosok a célegyenesben haladnak és végeztek egy körrel. Igazából innen fentről látszik teljesen jól, hogy milyen technikás lesz akár a cél vége, azzal a szűkülő jobbossal és azon egy balos 90 fokos visszafordítóval. És hát az egész pálya olyan érdekes innen felülről. Nem csak pályán vártam, még én sem egyébként helikopterből. Éreztem nagyon a repülést is, mind a pálya is. Érdekes, és várjuk, hogy kész legyen végre, és lehessen motorozni rajta. A magyar MotoGP megrendezése még egyáltalán nem ment füstbe. A magyar államnak 2008 óta érvényes szerződése van a MotoGP versenyek szervezőjével, a Dornával. 2010. szeptemberétől ismét tárgyalások indulhatnak a kormánnyal a pálya megvalósításának érdekében. A második Balatonring nyílt napon az érdeklődők száma közel a duplájára emelkedett az első rendezvényhez képest. A kilátogatók szerint a pálya megépülése pozitív hatással bírna a hazai turizmusra, gazdaságra. A legjobb példa erre a Cseh MotoGP, ahol 8 év alatt szinte a semmiből váltak a világ leglátogatottabb versenyévé, több mint 200 ezer fizetőnézővel a verseny hétvége alatt. A Cseh pályához képest a Balatonring olyan előnyöket tudhat magáénak, ami hasonlóan sikeressé teheti a magyar MotoGP futamot. A Balaton közelsége egyértelmű turisztikai előnnyel jár, az ide látogató szurkolók összeköthetik a pihenésüket a versenyélménnyel. Van itt olyan ember is, aki járt már MotoGP pályán, illetve versenypályán meg motorral is közlekedik, viszont hozzá, hogy néz ki ez a pálya, milyen lesz, ha megépül egyáltalán?
nagyon kicsinek tűnik, de egyedi, amiatt ugyanúgy, mint a valenciai, ilyen egy katlamban van az egész, tehát unikum lesz Magyarországon, nagyon jó. Kicsi fölülről kicsinek tűnik. Hát a 4,5 kilométer, tehát itt egy normál átlag pályán. Jó lesz, mert a nézők be fogják látni az egészet, és hogy teljesen mindegy, hogy hol vesznek egyet. A valenciai aszfaltcsíkon kívül nincs még egy ilyen a világon. Egy biztos, az elmúlt években a hazai motorsport és talma rajongók már bizonyítottak. Tízezrek vándoroltak akár csak egy napra is több száz kilométer, hogy kedvenceiknek, illetve talmának szurkolhassanak. Nincs olyan külföldi sportesemény, amire ennyi magyar látogatott volna el, mint az elmúlt években a Cseh MotoGP-re. Két hete elhatároztuk, hogy egy nap alatt több mint 1000 kilométert fogunk motorozni a két cirkálóval. Öt város közül Prágát sorsoltuk ki, de útközben letértünk itt-ott, hogy a motorok autópályák kívüli tulajdonságaira is fény derüljön. Tesztünk második részében folytatjuk a túragépekkel való megismerkedést. A túrák felénél járunk, ugyanis pont Prágában vagyunk, nem sokára indulunk vissza. 550 kilométert motoroztunk ma, úgyhogy bőven meg lesz az ezres, de a fél túra alatt is rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk a két motorról. A Goldwing egy igazi, szuper cirkáló. Ez tényleg úgy megy, olyan kényelmes, mint amilyennek kinéz. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a motorozás Rolls-Royce-a. Ez a motor egy igazi széltoló, nincs még egy olyan motor a világon, aminek ekkora felülete lenne. Ehhez képest, hogy mit toltuk Prágáig a szelet, ezt érezni is egy kicsit. Ahhoz képest ez a motor rettenetesen jól fogyasztott, utassal, csomagokkal bőven 500 kg fölött van az ösztömege a motornak. A plexi le volt engedve, és egy 8 feles fogyasztással, kényelmes olyan autópálya tempóval, mint amit az autók is diktáltak, tehát kicsit a Kressz által megengedett fölött, de ez volt az, amit a közlekedés nekünk megengedett. Luxus limuzinunkat nagyon sok helyen megbámulták menet közben, de így letámasztott állapotban is. Hát kevés olyan motor van már azért a manapság, amit ha leteszel az utcán, akkor körbeállnak és folyamatosan fényképeznek. A Goldwing egy ilyen. Nem akarok nagyon mély műszaki történetbe belemenni, hogy a boxer és boxer között mi a különbség. Egy a lényeg, ez is boxer, az is boxer, de ennek amikor rángatjuk a gázt, akkor nem oldalirányba indul el, hanem előre is. Emellett nagyon finom, úgynevezett hondás járása van, az a vuh, és azt tudja ezzel a boxer hattal. A menet teljesítményeken kívül mi az, ami egy túramotornál legfontosabb? A csomagtartó mérete. Mutatom, hogy miket hoztunk magunkkal. Ebbe belefér simán egy bukósisak, egy jacky. És mivel utasunk van másik bukósisak, utas jacky. És egy kicsit féltem az esőtől, ezért a cipő mellé hoztam csizmát és egy csomó esőruhát, és ha még egy kicsit megnéztem volna, hogy optimálisan pakoljak, akkor még másfélszer ennyi cucc belefért volna. Ami nagyon exkluzívvá teszi ezt a motort, az a rengeteg nyomógomb, amit az emberek itt szeretnek, és leteszel a parkba, és nyomják, hogy hú, meg menő, meg up, meg down, meg memo, meg micsoda. Hát mindenek megvan a helye, külön a bal oldal az kompletten a rádió kezelő felülete, a jobb oldal az pedig a futómű, a lámpa magasságállítás, ennek a memóriái, illetve a GPS állítási lehetőségek. Tehát igazából nem olyan sok a funkció, de rengeteg a gomb. A menet közbeni komfort érzet egyik legnagyobb találmánya a tempomat. Kicsit lassan működik, mert volt, amikor el kellett vennem a gázt, illetve fékkel ki lehet oldani a tempomatot, majd ahogy rányomtam egyszerre arra, hogy álljon vissza a beállított sebességre, gondolkodik egy kicsit, közben a nagy felület miatt 10 km/h lassít a motor, de hát ezt meg kell szokni, és akkor az ember gyorsabban nyomogatja a gombot. A másik legnagyobb az, hogy tele van szellőzővel a motor. Hogyha melegünk van, hűthetjük magunkat a szélvédőn, viszont fűteni is tudjuk magunkat a motorblokkról lopott hővel. Itt a térdünket. A komfort fokozott csúcsa az a bokka és cipőfűtő, hogyha a cipőben mentek el túrázni, mint én, és jön az eső meg a hideg menet közben, akkor nem kell levenni a csizmát, hogyha véletlenül látjuk, hogy hol a felhő vége, hanem egy kis karral kinyitjuk a kipufogó burkolatot, és a hő már is fűti a lábunkat. Hihetetlen volt számomra, 10-szer számolta meg, hogy biztos, hogy jól érzem, hogy nem hadsebességes ez a motor, csak 5, viszont megfelelő hosszúak a váltó fokozatai, ezért 5-ben is olyan nyomatékos tud lenni a megfelelő köbcentének és erőnek köszönhetően, hogy nem kell visszaváltogatni soha, akár 50 km/h-tól 180 fölé elhúzhatjuk egy sebességben váltás nélkül. A legmegdöbbentőbb ebben a motorban az irányíthatósága. Nem, ennek a motornak nagyon-nagyon alacsonyan van az ülés pozíciója, jó mélyre tették a súlypontot, ezáltal, ahogy láttátok az autópályán is, akár egy ujjal megnyomod a kormányt, és abban a pillanatban 3-4 méter már odébb is megy a motor, hogyha pedig úgymond lapra kell tenni, lábtartóig, az se jelent semmilyen problémát.